Az orosz hadsereg fő erőfeszítéseit Bakhmut, Avdiyevka és Marinka elleni offenzívák lebonyolítására irányítja. Az elmúlt 24 órában a védelmi erők 43 támadást vertek vissza a front ezen területein a legádázabb harcok Bachmutért és Marinkáért folynak, áll az ukrán fegyveres erők vezérkarának közleményében. Az elmúlt 24 órában az ellenség hat rakéta és 62 légi 70 támadást hajtott végre rakétarendszerekből. Továbbra is magas a valószínűsége annak, hogy Ukrajna egész területére rakéta és légi indítanak. Az orosz megszállók, hogy sebesültjeiknek orvosi segítséget nyújtsanak az ideiglenesen Megszállt Luhanszki régió településein található egészségügyi létesítményeket használják. Krusztányi városában a megszállók katonai kórházat telepítettek a városi kórház területére. Az elmúlt nap során az ukrán fegyveres erők ereje kilenc csapást mért a megszállók személyi állománya és katonai felszerelései telephelyére, légvédelmi rakétakomplexumra és az ellenség két fontos katonai állomására.